Sziasztok! A videó alatti linken találjátok a Facebook csoportot, ahol ezeknek a videóknak az írásos kivonatai kidolgozott tételek formájában szerepelnek. Most a porfíriákról lesz szó, azon belül is az akut intermittáló porfíriáról. Ugye ez alapvetően egy ritka genetikai betegség, miért kell mégis róla tudnunk? Ez a betegség ez felnőtt korban manifesztálódik, egy felnőtt gyógyásznak kötelesség erről a betegségről tudni. Gyermekkori manifestáció az ritkább. Ugye már említettem, hogy genetikai eredetű betegség, ez egy autoszomális domináns betegség, az akut intermittáló porfíria. Autoszomális domináns, azonban alacsony penetranciával, low penetrance, ami azt jelenti, az autoszomális domináns, ugye, hogy a két allél közül elég vagy csak az anyai, vagy csak az apai allélen egy mutáció, és kialakulhat a betegség. Az alacsony penetrancia pedig azt jelenti, hogy ez ritka esetben alakul ki ez a betegség, tehát sok a mutációt hordozó egyén tünetek nélkül. Na már most ez még hozzájárul az is, hogy a környezetnek nagyon fontos szerepe van a manifestációban, tehát a genotípusból fenotípussá alakulásban. Környezetnek nagyon fontos szerepe van. Egyrészt ezért több dolgot is meg lehet állapítani, egyrészt az, hogy ez pubertás korban, illetve azután, tehát felnőtt korban alakul ki, amit már ugye említettem is itt ugye a hormonok miatt, illetve a nőknél is pontosan a hormonok miatt valamiért ez gyakoribb ez a betegség. Egy okot majd meg fogok említeni, hogy miért. Amit még fontos a porfíriától tudni, hogy ritka, és emiatt gondolni kell rá, és csak így fogjuk tudni diagnosztizálni. A diagnózisra viszont, ha gondolunk rá, akkor már könnyű. Na de mikor gondoljunk rá? Hát ugye porfíriákra, ezen belül is akut intermittáló porfíriára neuropszichiátriai tünet, illetve hasfájás esetén kell másodkörben gondolni, hogy a leggyakoribbra már gondoltunk és kivizsgáltuk a beteget, illetve még tudjuk, hogy a porfíriák okozhatnak a vizeletben elszíneződést, illetve egyéb másfajta porfíriák ezen kívül még okozhatnak bőr tüneteket is. Még alapvetően ez a neuropszichiátria és a hasfájás a kettő, amit mindenféleképpen meg kell jegyezni. Ahhoz, hogy a porfíriákat megértsük, tudnunk kell, hogy miről is szól maga a porfíria. A porfíria az a hem bioszintézisben bekövetkező egy enzimnek a mutációja, amiről majd mindjárt lesz szó. Itt a hem bioszintézis az hol fog, hogyan is alakult ki a porfíria, azt azért érdemes tudni. Ugye porfosz görög eredetű szó, ők egyébként a föníciaiaktól valami festék nevet vettek át, ez a festék ezért lila színű volt, porfosz átvették, lila színt jelent gyakorlatilag a porfíria, itt a lila, illetve a barnás színű vizeletre utal a neve. Ugye diabéteseknél, ott például a vizeletnek a megkóstolásából tudták, hogy az most mellitus vagy insipidus, itt pedig a vizeletnek a színéből jött ez a név, hogy porfíria. Jó, tehát itt a hem bioszintézis zavaráról van szó. Hol van szükség a szervezetben hemre, illetve hol termelődik hem a szervezetben? Két fő helyen termelődik, az egyik az lesz a csontvelő, a másik pedig a máj. Itt két izoenzimet kell megemlíteni, ugye alapvetően a csontvelőben a hemoglobin szintézis miatt, a májban pedig a P450 ugye mérettelenítés miatt, illetve biotranszformáció miatt szükség van a hemre, mint prosztetikus csoportra, a hemoglobin nyilván az egyik felét ez alkotja. Két izoenzimet lehet megkülönböztetni, ami a továbbiakban nagyon fontos lesz, tehát ez most kulcsjelentőségű, hogy ezt megértsük a diagnózis és a tünetek szempontjából legfőképpen. Két izoenzimnek a neve az az alfa-aminonevulin-sav szintez, egészen pontosan delta-aminonevulin-sav szintez, aminek van egy kettes, illetve egy egyes izoenzim. Egy izoenzim ugye ugyanazt csinálja, kicsit eltérő szöveti expresszióval, illetve esetleg eltérő térszerkezettel. Na, itt az ALAS2, ami most ugye a csontvelőben vagyunk, az ALAS2 az a vas és a hem
hatására, hogy ezt érzékeli a sejt, hát itt ugye retikulocitákról van szó, illetve eritroblasztokról van szó, a májban még nyilván más sejtekről van szó, ahol ez az egész folyamat szintézis végbe megy. Na tehát ezek az eritroblasztok vagy retikulocitak érzékelik a vasat vagy a hemet, és elkezdenek hem felé elmenni, tehát hemoglobin termelni adott esetben, a májban meg ugye a P450-et fogják befolyásolni ezek a tényezők. Viszont a májban teljesen más lesz a reakciója, a májban hem, tehát itt hem hatására átregulálódik ez az egész rendszer, még többet akar majd csinálni, itt pedig hem hatására, hogyha túl sok hem van, sok hemet érzékel a máj, akkor egész egyszerűen lenyomja az enzimnek az aktivitását, és ez nagyon fontos lesz. Ugye mi nyomhatja fel a T450-es enzimnek az aktivitását, vagy hát az expresszió szintjét, hát nyilván a gyógyszerek ebből már azért tudunk egy jó párat, és még erre vissza is fogunk térni. Most pedig nagyon röviden és tömören, miután ezt megértettük, nézzük meg a bioszintézis legfőbb lépéseit, ahhoz, hogy megértsük a továbbiakat, ez szükséges. Ugye mitokondriumban vagyunk, aztán átmegyünk a citoplazmába, majd a végén megint a mitokondriumba visszatérünk. Mitokondriumban a glicinből és succinából egy delta aminó levonésabb szintáz nevezetű enzim segítségével, ugye erről beszéltünk most, az izoenzimet beszéltük meg, na ennek az enzimnek a segítségével lesz aminolevulin sav. Itt gyakorlatilag megszintetizálódik egy lineáris molekula. Következőben az alas dehidratáz, tehát ezt így rövidítjük, hogy alfa, vagy aminolevulin sav dehidratáz segítségével, ez a lineáris molekula cirkularizálódik. Van egy lineárisunk, most cirkularizálódott. A következő lépésben ugye porfobilinogénné alakult, és ez a porfobilinogén fog tovább alakulni hidroxi-metilbilánná, úgyhogy egy ilyen lineáris polimer molekula alakul ki gyakorlatilag, ez pedig a porfobilinogén deamináz, a másik enzim, másik neve ennek az enzimnek, ez ugyanaz az enzim, ez a hidroximetilbiláns szintáz, tehát attól függ, hogy innen vagy innen közelítjük meg az enzimet, mind a kettő ugyanazt jelenti, PBGD vagy HMBS fogja katalizálni ezt a reakciót. Nagyon fontos, hogy itt megáll ez a reakció, a porfobilinogén deamináz vagy hidroximetilbiláns szintáznál, az akut intermittáló porfíriában ennél az enzimnél van a baj, és itt van egy ilyen stop ebben a bioszintézisben. Gyorsan még végig beszél a hidroximetilbilán szintázból, a hidroximetilbilánból, ahogy ez így összekapcsolódik, tetrapirol le. A tetrapirolnak az a neve, hogy uroporfirinogén 3, abból a tetrapirolból dekarboxilálódik, két karboxi csoport lejön, és egy ilyen tetrakarboxi csoport lesz. Ez a koproporfirinogén, ezt úgy hívják, utána a koproporfirinogén még egyszer dekarboxilálódik, két karboxi csoport megint elhagyódik róla, lesz egy dikarboxi csoport, ez a protoporfirinogén 9. Na és itt a közepén a nitrogéneknél deprotonálódik ez a protoporfirinogén 9 azért, hogy a vasat be tudja fogadni. És ez a deprotonálódásnak a végeredménye lesz a protoporfirinogén, ami már a vasat be tudja fogadni, és a vasat milyen enzim rakja bele, ezt azért még fontos felírni. Hát FK vagy FC, ferrokelatáz nevű enzim, ez a vasat, Fe vagy ZN. Attól függően, hogy vasat vagy cinket rak bele. Ugye erről már volt szó az anémiáknál, a vashiányos anémiáknál, hogy a hemoglobin cink tartalmaz, nekünk nagyon sokat elárul a vas tartalomról, a szervezet vas tartalmáról, hiszen vas helyett cink is beépülhet, hogyha vasból éppen kevesebb van, vagy éppen ólommérgezésben is ez egy diagnosztikus eszköz lehet, ahol is szintén ez az enzim, a ferrokelatáz blokkolva van, és cinket fog beépíteni vas helyett az ólom hatására a szervezetünk. Jó, jelen esetben itt lesz a fontos része a patogenezisbe, és ezért át is térnék a patogenezisre, ugye ahogy megbeszéltük, itt egy autoszomális domináns funkcióvesztő mutációról van szó. Mégpedig a PB, a porfobilinogén deamináz, vagy a hidroximetil bilánszintáznak
a mutációjáról van szó. Ezek ugyanazt jelentik. Visszatérve az ábrának ehhez az oldalához, ugye látható, hogy itt megáll a reakció, PBG-ig megy el, porfobilinogénig jutunk el, akkor az előtte lévő anyagok fognak feldúsulni, tehát a porfobilinogén, illetve az aminoglehuninsav fog feldúsulni a szervezetben. És amit még nem említettem, hogy ezek ugye katalitikus, enzimatikus reakciók, de katalízis nélkül is végre mehet, spontán módon is történhetnek ezekkel a molekulákkal átalakulások, ha bár nem is az egész reakció, de spontán módon is kis mennyiségben végre mehet, ez is még egy fontos sarokköve a dolgoknak. Tehát kialakult a mutáció, itt megáll, több lesz azokból az enzimekből, az alatta lévőkből pedig szinte semmi nem lesz, a szinte itt is nagyon fontos. És akkor átérünk most az aminolevulinsav szintázra, ami tökéletesen ép marad ebben a betegségben. Azonban az aminolevulinsav szintáz, megtanultuk az előbb, hogy másképpen működik a csontvelőben, illetve másképpen működik a májban is. És most kell nagyon figyelni, hiszen belátható az, hogyha az aminolevulinsav szintáz az alacsony HEM szint miatt a májban fokozódni fog, tehát az ALAS 1-ről van most éppen szó, az ALAS 1 fokozódni fog, akkor ezek az enzimek, illetve a szubsztrátok még inkább elkezdenek termelődni, eddig a blokkig. Hiszen ez fel fog fokozódni, ez az enzim. Ugyanúgy, ahogy a májban vagyunk, itt a mutáció is egyébként a kérdés, hogy a májban vagy a csontvelőben van, most visszatértem a porfobilinogén deaminász hidroximetilbilán szintáz mutáció kérdésköréhez. Tehát kérdés, hogy a csontvelőben vagy a májban van-e ennek az enzimnek a mutációja. Hát ugye tudjuk, illetve ki lehet találni, eddig nem említettem olyat, hogy anémia lenne, a porfíriák nem járnak alapvetően anémiával, tehát itt a csontvelőben ez az enzim ez kint marad, és a májban lévő, itt is egy izoenzimről van szó, porfobilinogén deaminász hidroximetilbilán szintáznak a mutációjáról van szó, és ez a májban történik. Miért fontos ez? Hát egyrészt, hogy májtranszplantációval megfigyelték, hogy ez megszűnik ez az állapot, másrészt pedig azok az egyének, akiknek porfíriája van, akut intermittáló porfíriája, és májat adományoznak donorként, a recipiensben megfigyelhető adott esetben a porfíriának a kifejlődése, tehát oda-vissza ad ez. Jó, tehát megbeszéltük ide még akkor annyit, hogy ez májbeli funkcióvesztés, csontvelő az ép. Na és akkor visszatérve az alas fog, az aminolevulinsav szintáz fog felsokszorozódni, és akkor ez meg fogja növelni a szubsztrátoknak a szintjét. Itt degradációval a porfobilinogén, ugye az egyik, ami megemelkedik, szintje megemelkedik, a porfobilinogén át tud alakulni, degradálódni tud porfobilinné, a porfobilin pedig nem enzimatikus reakciók során porfirinekké, különböző porfirinekké, ahogy említettem, át tud alakulni. És ez a kettő lesz az, ami a vizeletben kimutatható, illetve a vizeletnek a színét okozza. Vizelet színe. Az aminolevulinsav, ami ugye az alas felfokozódása miatt, illetve a blokk miatt, szintén ez is felsokszorozódik, tehát ennek a szintje is megnő, ennek a szintje is megnő, ez pedig a neuro-viscerális tüneteket fogja adni, tehát hasfájás és neurológiai tüneteket valószínűleg nem pontosan tisztázott a mechanizmus, hogy ez a szubsztrát, az aminolevulinsav, az pontosan, hogy okozza ezt a tünetet. Jó. Nézzük meg, hogy mik azok a faktorok, amik exacerbálják ezt az állapotot, ugyanis említettem az elején, hogy a környezetnek nagyon fontos szerepe van. Ez egy alacsony penetráció betegség, azonban, hogy a környezeti tényezők úgy állnak, amit most megnézzük, hogy kell állniuk, akkor kifejlődik ez a betegség, a porfíria, ugye most egy máj, a májban vagyunk alapvetően, tehát a májban is kell gondolkodni, hogy ott történnie kell valaminek. Mi történik? Itt ezt előre kellett volna írnom, talán ez az egyik legfontosabb, hogy az éhezés és a szénhidrát hiány az oda vezet, hogy a májban ez a reakció, ez a szintézis, HEM szintézis, ez elkezd fokozódni, és
és emiatt a fokozódás miatt ugye kiütközik az, hogy eljutunk a porfobilinogénig, viszont onnan nem tud tovább jutni a máj, épp ezért fel fognak sokszorozódni ezek a molekulák, gyakorlatilag amik a tüneteket okozzák, tehát ezek fogják a tüneteket okozni, ez a porfíria, akut intermittens porfíria, ami megnő. Éhezés és szénhidrát hiány hatására. Itt a szénhidrátnál még annyit azért érdemes megjegyezni, diabetes mellitusosokkal mi van. Diabetes mellitusosok cukorbetegeknél megfigyelték, hogy kevesebb az atak, esetleg enyhébb a lefolyás, viszont a terápiával ugyanúgy nekik is glükózt kell adni, annyi különbséggel, glükózt is, annyi különbséggel, hogy nekik inzulint is kell a glükózt mellé adni. Tehát annyira fontos, hogy ne éhezzene ebbe az állapotba a beteg, hogy még a cukorbetegeknek is cukrot kell adni, nyilván inzulinnal. Kezdjük akkor most az elejére, vagy folytassuk az elejére. A gyógyszer, ugye T450 indukátor gyógyszerekről van itt elsősorban szó. T450 indukátor, ugye biotranszformáció, endoplazmatikus retikulumban vagyunk. Mi okozhat ilyet? Ugye rengeteg ilyen gyógyszert ismerünk, például a rifampin, barbiturátok, és egyéb antibiotikumok is okozhatják, illetve barbiturátokhoz hasonlóan fenitoin is okozhatja a T450-nek az indukcióját, amik okozhatják a porfíria tüneteinek a megjelenését. Jó. A porfíria, amit még fontos lehet tudni, hogy a porfíriafoundation.com-on lehet ezeket a gyógyszereket megtalálni, nézegetni. Ez fontos a klinikus és a beteg számára is ez a honlap. Nyilván nem lehet mindent fejbe tartani, hogyha nem ez a specialitásunk. Füst és az etilalkohol, ez szerintem egyértelmű, mind a kettő igényel biotranszformációnak az expresszióját, hiszen méregtelenítésről van szó mindkét esetben, máj próbál méregtelenítani, stop miatt nem tud, megjelennek a tünetek. Progeszteron és nem az ösztrogén, tehát itt a luteális fázisról van szó. Nőknek a luteális fázisban általában súlyosabbak a tünetei, hogyha akkor jelenik meg, illetve egy serdülő kor, ahol a progeszteron szint megnő, ott tapasztalható általában az első tüneteknek a megjelenése, mindenképpen felnőtt és nem gyerekkorban. Ennyi tehát a szintézisről, patogenezisről, most már mindent értünk, nézzük meg gyorsan a tüneteket, majd a terápiát és a diagnózist.